Majdnem 2 napja, szinte reggel 11-12 óta este 10-ig egyfolytában bent ülünk, és azon gondolkodtam, hogy ennyi mennyiségű filmet hogy lehet egyáltalán földolgozni, és akkor az az érdekes, hogy van egy vagy két olyan film, amire még így 2 nap után is, hogyha így nagyon erősen emlékszik az ember, akkor abban nyilván volt valami. Nagyon nehéz külön választani, hogy ez most valami egyéni ok miatt, de nekem van 2-3 ilyen filmem, ami szerintem nem csak azért, mert személyesen engem valamiért érint, hanem mert valahogy nagyon jól el volt kapva képileg is, meg tematikailag is az a néhány darab. Mi a dokumentumfilmekkel vagyunk bajban. Most mi kritikus zsűriként egyetlen egy díjat adhatunk, ugye? Ez jelenti az animációs dokumentum, kisjáték és nagyjáték filmeket, amelyekből egyetlen egyet emelhetünk ki. És én személyesen a dokumentumfilmekkel azért vagyok bajban, mert ugye ott általában nagyon erős emberi történetek vannak, amiket nem lehet lepontozni vagy felpontozni. Hogyha filmileg nem olyan érdekesek, vagy képileg nem olyan érdekesek, akkor is nehéz rájuk azt mondani, hogy akkor ezt kiszórjuk, vagy ezekkel nem foglalkozunk. Úgyhogy az egy kicsit nehéz a dokumentumfilmeket egy mérlegre tenni a animációs filmekkel, vagy a kísérleti filmekkel akár. Amikor valami film megfog, akkor elképesztő, hogy milyen tartalék energiákat tud az ember mozgósítani, hogy azt teljes minden idegszálával figyelje. Szóval, hogy ez egy nehéz műfaj. Én nem szeretek egyébként ennyi filmet egyszerre nézni, mert utána borzasztó nehéz szerintem helyre rakni őket, így érzelmileg. Tehát ez egy érzelmi munka ezeket a filmeket megnézni.